Hello, hello! Hello! Ki ez a streamelő ember? A GTA Online sztorizó ember? Zsabó! Hello mindenkinek, Magyarország egyetlen igazi streamjén, a többi csak egy utánzat fostenger. Mindenkinek, sziasztok barátaim, megint és megint! A mai nyereményen kisorsolom a zoknit, ami ma rajtam volt. Figyeljetek már ide! Reklám! Nézd meg ezt, testvérem! Csak mondom, hogy karácsonyi kiadások durrognak itt, fiam. A ninja misikének, dika ninja misike! Ahányszor ki lett mondva itt, baszik, ezen a streamen. Ma néztem meg a főzős vidinyót, hát én szakács vagyok, de ilyen gyönyörű tányért nem basztam még. Látod, a csöves Matyinak ez sem volt elég. A rák! Nem igaz, viccelek. Jó gyerek a Matyi. Mindenki jó gyerek. Szeri van. Viccelek, na, állj már le. Állj le! Na, azért. Mary sister, I give you my heart. Az ideg engem segig lemart. Verd nyakon magadat már. Utána neked semmi se fáj. Verd be a szobot, jó barátom. 12-nél megmutatom a banánom. Jó napot kívánok, fiatal ember! Hogy tetszik lenni Hector úr? Na, azért ne intimkedjünk egyből. Egyből ne intimkedjünk. Én kérek elnézést, csak gondolom, megkérdezem már 3 napig aludt. Hát mert ezt tudom nyújtani, készenléti állapotban voltam én a kaméleon a kő alatt, hát. Hát most mi van itt, hát? Lajos meggyógyultál, már most hozták az árójelentést. Hát de Doki, nem azt mondta? Azt mondta nekem, hogy már tiszta jó van. Játssza itt a picsáját éjszaka, igen, meg igen. Alig bírtam lekapakarni magamról. Elég jó vannak. Hát azért mondom. Figyeljetek már, elmondom mi van, oké? Okay? Mert látom, hogy zavarba vagytok jönve. Nagyon kell sietnem, szóval ha nem tértek magatokhoz, itt hagylak a faszomba. Megettünk 2 kiló bundás kenyeret, Impulzió Joker. Értesz? Jó van. Adj már egy vizet, mert ki vagyok szárazba. Hát? Legyen kettő. Azzal most bajba leszünk. 2? Na akkor hozok vizet, uraim. Nincs nálam üdítő, csak olyan, amit ti nem ihattok. Csak üdítő. Csak az Ember Energy Drink van nálam. Kötelességből meg kellett tennem a jelentést. Mi szerint a rendőrségnek jelentenem kellett, hogy a barátai és mindenki jobban van. Úgyhogy jó napot kívánok! Baktáló, nagyon kell húgyoznom. Hon a WC-t, Doki! Itt a kollégám szállítható állapotban vannak. Bobby, kísérje már el ugye az urat, legyen kedves a WC-re, jó? Rendben. Itt velünk szemben. Jön, uram. Tudja maga, hol a WC? Hát valahol itt a túloldalon, uram, megkeressük. El kéne szökni. Nem erre van a WC? Én úgy látom, erre van, hát. Itt lehet húgyozni. Bizony, erre van, ha-ha-ha. Erre van a WC, buzi, ha-ha-ha. Gesz, itt már kiszophatnák ezek amúgy. A kurva életbe. Segítség, uraim segítsenek már! El akarnak rabolni! Jöjjön! Menjél, geci! Tiporjad a nyakát neki! Nyomom neki tövök! Adok egy marék szotyit, hát! Mary sister mindenkinek. Sisteres a Mary. Azért nem semmi összkép volt, most nem rossz volt. Szevasztok, hát! Mit csináltok itt? Pimpáj rajzot játszunk! Az anyám basszom ki! Mi? Ki ez a lada? Baszd meg, tiszta jól néz ki! Csak egy baja van, hogy kurva ronda. De amúgy jól néz ki. Küldök egy kordit, majd ide kellene jönned, amikor szólok. Majd hívlak, nyugi, addig ne indulj el. Mondta ezt a ismeretlen telefonszámok. Mi a helyzet? Küldtem neked egy koordinátot. Azt láttam, hát. Na, ott fog várni téged majd egy kis ajándék. Utána küldök majd egy másik koordinátát. Onnan, amit majd találsz, ezt mindent el kellene hoznod nekem. Hello, öreg, most hallasz? Ezért kapsz majd egy kis ajándékot. Na jó van, akkor megbeszéljük, Lajos. Igaz? Mit?
Hát azt, ami, amiről szó volt idáig. De mi, miről? Nem, az a lényeg, azt a kérdés, hogy megbeszéltük-e. Hát jó, megbeszéltük. Lali, figyelj, nem érünk rá itt faszopkodni. Mi van, kell a lyukadnak a Bráner? Nem. Mi vagy te? Kell a lyukadnak a Bráner? Nem vagy te más, mint az RSN a szája? Úristen, ezt kimondta. Állj már le! Nem, nincs baj vele egyébként. Mindenkinek vannak ilyen kellemetlen dolgai. Lehet én is mesztelenül lemászok az RSN. És mindennek a faszát beveszem. Álljatok már le! Nyugodjatok már le! Akkor megpapozzam, vagy ne öreg, mert már... Nem köm, hát, nem köm, majd később, mert most nagy a baj. Szerencsét van. Nagy a baj. Figyeljetek már! Kéne hozni kocsit, mert mennünk kell. Leér az alja, várjál. Hova van? Mi hova? Most kaptam a hívást, hogy izé, hogy van egy tehenem, amiről ti nem tudtok egyébként. Megyünk itt a lavából, gyertek. Így van. Meg én össze-vissza beszélek. Van egy tehenem. De itt van a kocsi, de nem tudom mi a tehén, szálljunk be. Úgy hívják, hogy Frédi. Frédi a tehén. Hát kicsit izé identitászavara van neki. Szállj már ki, én ülök az anyósra! Na figyelj, én bejelöltem a térképen, Dick nagy izé vagyok, Amerigo Vespucci, a nagy térképész. Ezen túl így szólítsatok. Oké? Okay? Jó. Na figyeljetek, elmondom mi lesz. Igen, figyelek. Most kaptam egy SMS, hogy van, aki elrabolta Fricit, a tehenemet. Igen. Igen. De várj, mióta van neked tehened, öreg? Én régóta ismerek, de tehened soha nem hát volt. Direkt, volt jó? Hát igen. Hát szerinted mi volt eddig titokba tartva? Nem akartam, ne hogy bossz. Szexuálisan zaklatva legyen. Érted? Az igaz, az jogos. És most álljatok meg, állj meg egy kicsit tégla. El kell mondanom valamit. A tehémvédelmező, gyorsragálású egység vezérigazgatója és dandárcáz is féletredese vagyok. De ezt nem mondjátok el senkinek, oké? Okay? És akkor ott áll most az alkalmazottam, a csicskásom, lássátok? Tényleg, jó a csicskásom. Így van. Szevasz csicska! Szevasz csicska! Csicska! Átálló csicska, szevasz! Szevasz, te vagy a csicska, teheneknek, vagy hogy? Szevasz Vilmos! Itt van a Frici, öreg ember, hol a Frici? Hát ez a baj, elrabolták, ezért vagyunk itt. Most vissza kell szereznünk. Figyeljetek ide, elmondom mi lesz. Öreg, megpofozhatod az ember egyszer. Figyelj ide, tartsd az arcodat, ne szentelen voltál. Micsoda? Tartsd az arcod, ne magyarázz! A csicskát megérdemli! Én jó, megérdemli! PÁM! Ez már kiárt neked te! Ne szemtelenkedjél! Olyan jó! Figyeljetek már, a tehénhez nekünk miért kell helikopter egyébként? Azért, most mondtam el, hogy ez egy gyorsreagálású egység, a Green Pace, a Green Pace pénzeli az alapítványt, a Green Pace, érted? És az van, hogy... Én is a Green Pace ember vagyok. Így van, ő is Green Pace is. Mi a neve? Vilmos, hát, Vilmos. Vilmos a csicska. Jó van. Pattanjatok be és időtök Frici keresésére. A hölgy az itt maradhat velem? Hát, felőlem hát. Persze, állj már leszek itt. Hey. Vilmos nem vagy abban a helyzetben. Érted? Mi az, hogy... Viszont nem. Ezt a fogast itt tudjuk hagyni. Őt meg tudod baszni. Mi micsoda? Én maradok, na. Szívesen. Úgy csak tehát. Erzsi. Na gyertek el! De te most hova jössz? Nem érted meg, hogy mit csinálunk, faszfej? Ja, te ide hol hozták a Frici? Azt keres itt egy tehén. Te megérzésből csináltad? Vagy hogy csináltad ezt? Mondtam, hogy a jövőből jöttem és médium vagyok, bazd meg. Jaj, tényleg. Erzsi, ne sarkazzál, mert passzol a kapicsádba. Érted? Jó, meg ott vannak a csónakok, azokban vannak a dolgok. Beszéltük. Na, de merre kell? Na, elmondom, mi van? Én miért csónak, he? Ezek a csónakok, ezek is a jövőből jöttek velem együtt. Tényleg? A Green Pacé van, hát. Ez is. Együtt jöttünk, vonattan kézenfogva, jó barátok vagyunk. A tele van a csomagtartón valami cuccan, amit ki kell szedni. Értitek? Ja, akkor majd megyek is, ha? Pakoljátok ki, hogy is utána lányozok. Fegyverek, hát! Vedd ki a fegyvert! De van fél millió, baszd meg! Micsoda? Fél millió itt van benne! Mi? De, mi? A Fritzi az hol van? De nem ez a lényeg, ezek kelleni fognak a mentőexpedícióhoz. Érted? Állam ilyen kis buziúzi van. Ez jó, nem? Hát öregére, ha hozzá. Rendőrhalik! Rendőrhalik, baszd meg! Mi a fasz? Mit csináltál, öreg? Nem ez a kérdés, hogy mit csináltál, hanem hogy ki csinálta. Menjünk már innen. Vezesse már valaki a helit, valaki vezessen már. Be vagyok. Muszáj mód betépnem, hát. Lövél, Erzsi! Lássátok, a rendőrök nem akarják, hogy megmentsük Fricit. Lövjél, öreg, lövjél! Ez a heliből lövés, bassz meg! Fordulj el, meghalok! Ja, fordulok! A kurva anyuka! Gyerünk már, menjél már valamerre, bassz meg! Füstön az a heli, lőjed már! Erzsi a gyász, verje ki a nyakad! Lövjed, Erzsi, lövjed! Én nem tudok lőni! Miért nem? Most lőj! Szopás megy, akkor a lövés is!
De nincs összefüggésben. Várjál már! Azok lehet a Jokerék! Már elfogyott az összes lőszer. Hol lekezd szállunk-e? Kifüstölünk? Mi a azt a kurva? Normális vagy? Ugorj, ugorj! Szaladj öreg, gyere, gyere, gyere! A faszom berjen bele már megint, há! Várj meg, Lali, há! Várj meg! Gyere! Na, segítsél már, nem tartsál már bakot, mert... Gyere, tartok! Mária, geci, mert ott is leszállt egy, gyere itt, há! Az öreg miért nem tud szaladni, a rák egye ki a szívét neki? Már megint hát. Azt beléphetek a Facebookonba ezen a számítógépen, vagy ez mire való hát? Hát, az csak a Pornhub fut rajta, unalmas megfigyelős időszakokban. Az a baj, hogy már megint rossz társaságba keveredtél, megint nekem kellett kihúzni a szarból. Semmit se csináltam hát, mert most a Green Pacénak dolgozok, érted? Ja. Elmondjam, látom, mi volt? Törtök föl, hogy már helikopterre toljátok a bizniszt. Elmondom, oké. Tehát az volt, hogy feküdtem a sátorba. A saját sátoromba, tudod? Ahol egy kicsit penészes a sarok. Ez miatt egy enyha aszma kialakult, és az inhalátorom el nem találtam meg. Rám jött a roham. Ekkor éreztem, hogy görcsbe állt a jobb lábam. De úgy, hogy fát lehetett volna rajta vágni. Kiabáltam a barátomnak. Joker! Begyulladt a tyúk szemem. Oda szaladt, ránézett. Úristen, erre kabátot lehet akasztani. Irány! A helikopterren a Green Pacsa főhadiszállása, ahol azon dolgozunk, hogy megmentsük Fricit, a tehenet! A tehén Frici, aki valójában bika és passza van, de egy identitászavaros tehén, akinek akkora nyelve van, ha alágynyal, fönnfázol. Érted? Komolyan mondom, imádlak hallgatni, a Andersen hozzád képest, hogy egy nyeretlen képvés. És amikor odaért... Ilyen meséket, még ő se talált volna ki. És amikor odaértünk, csörögött a telefonom. Beleszólt, hogy haló, vészhelyzet, megindult a szülés. Mondom, ki beszél? Azt mondja, hogy bemutatkozott, hogy milyen John. Mondom, én azt nem ismerem. És akkor letettük a telefont. Na szép. És honnan ez a sok fegyver, lőszer, helyzetter? Milyen fegyver? Nincs nálam fegyver. Most úgy érzem magam, mint a csirke, ha? Mozogjam már. Na, jó napot kívánok ismételten. Jó napot, Doki. Segítsen már. Van egy kis baj. Hadd találjon ki. Ugye, igen. Van egy kis baj. Nem, nincs most baj. Nincs. Most jó, haj jó, van. Jó. Haj. Szép dús haja van. Igen, köszönöm igen. Szépen. Szemem kék, hajam dús. Én vagyok a rántott hús. Van, hogy megemlélek. Tényleg? Hát? Hagynám is. Ha itt van a mézi népi betegség, a kopasság. Bassza meg. És ilyen furán. Hát beszartam. Ó, bassza meg. Doki, ja. A bilincset le kéne venni, hát. Hát ezt nem bírom tovább, zongorázom kéne, már régen ott dolgozok a sarki kocsmába. Az asszony bosszantóba, Dik. Ott azt vagyok értem, zongorista. Nem bírok leülni amúgy, mert most be van állva a derekam. Ne is álljál, mert ahogy mondtad, beszartál, csak szétkennéd a hátadig. Hát mindegy, hát. Aztán maradj így. Már kihűlt, amíg meleg addig élvezi, az ember utána meg már kirázza, érted, lábszárból, már mindegy. Az lenne a kérdésem, hogy a téged, esetleg a Mikulás az molesztált a gyerekkorodban, vagy nem? Engem a Mikulás, hát. Engemet nem. Engem tuti nem. És így az ünnepek közelettével milyen érzés kelt benned, hogy most közelednek az ünnepek, tehát egyedüllé, depresszió, vagy boldogság? Mi az, amit úgy érzel? Hát figyelj ide, most amit érzek? Most azt érzem, hogy hát nem is tudom, most ezzel nagyon nehéz beszélni. Úristen. És így, mert akkor én is fogok. Szóval nagyon kell szarnom, ez az igazság. Hát kísérlek a WC-re. Ezt érzem most. Gyere, Peszi. Nem fogom a kezedet. Gyere. Megvárok akkor itt, jó? Megint jön a bárvárás. Igen? Az, hogy elkéstem, hát? De lelőd mellett egy ász! Megegyeztünk! Szeretnéd, hogy ide is bemenjek veled? Hát nem is tudom. Az a baj, hogy el szokott padulni a buli. Érted? Akkor átszalok, hogy el kell tőle köszönni, mikor lehúzom. Úgy szállok, amin a férfi bicikliről. De hát akkor megnézheted. Itt maradok, jó? Azt a kurva. Hallod, itt van előtted egy nő,
Érted? Már rendesen tüzel vagy, mint izzik. Izzik, hogy ezt csinálva rütte, öreg. Ha? Ó, Hector, kimegyek, ne haragudj. Joker, itt vagy, hát? Joker. Assza kurva, hát. Ezt rendes le kellett tiporni a lyukon. Itt vagy, Joker? Itt, hát. Nem látsz, itt vagyok. Hát, itt. Nem volt, bazd meg, itt. Hát de mi az, hogy itt egy ász? Normális vagy? Itt, bazd meg. Itt. Ott. Itt vagyok. Nem vagy itt. Szopafon? Öreg, te kinek beszélsz? Mi? Ám semmi. Megkérdezhetem, hogy kivel beszéltél? Mi? Hát nem beszéltem senkivel. Hallottam. Dik, hát mondom, nem beszéltem, énekeltem. Még furán énekeltél. Hát, sose voltam. Az oké, hogy a segget szólt és zenét, de hát most nem arról beszéltem. Csak nem zavar, ha beleülök a zenedbe? Éhá. Azt mi az a meleg? Az a lembe, hát? Milyen melegre gondolsz? Sugározza a hőt itt valami. Hát tüzelek, tudom? Igen. Várlak és egyből feltüzelsz. Jó, viszont mi szeretnénk beszélni azokról a beszélgetésekről. Doki, most az imént, amikor elkísértem WC-re, ott is beszélt valakivel, senki nem volt egyébként a WC-n. Nem beszéltem senkiben, ez hazugság. Senki énekeltem. Nem volt a WC-n, és hallottam, kiszűrődött az ajtón. Nem értettem tisztán, hogy mit mondott, és hogy... Énekeltem, hát. A kedvenc dalomat. Azt énekeltem, hogy Brejsza Brejstán, Romano Majej, Kiportásira, Böszlánitej. Ez a kedvenc dalom. Ez egy nagyon jó zene amúgy. Köszönöm szépen. Most már ezt itt zárjuk le, ezek a vizsgálatok. Igen, így is. Ugyanott vagyunk, ahol eddig tartottunk. A gyógyszeredet megkaptad, Hector. És akkor várnak a következő kezelésre, majd üzenni fogok neked, rendben? Rendben, köszönöm szépen a segítséget. A viszontlátás. Azért kikísérnek. Egyébként valami mellékhatás a múltkori óta? Nem á, semmi. Semmi, hát. Semmi halucináció. Jó vagyok. Ennyire még sosem voltam jól. Vigyázz magadra. Úgy lesz, hát. Találkozunk. Szia. Nagyon elidőztél itt a kórházban. Hát hogy ne, nem láttad, jár a lyuk a gázsinak? Be akarja venni állandóan. Már tényleg oda kéne adni kocsiért. Menj az egy kocsiért, öreg. Na? Az a helyzet, hogy Jokeréket majd el akarják szállítani a nemzeti börtönbe. Két nagy szvatos kocsival fogják vinni őket. És azon kívül lesznek még rendőrhelikopterek, lesznek rendőrkocsik is. Lesz, hogy 6 rendőrkocsi, elég sokan vannak. Van emberem a rendőrségen, úgyhogy mindent tudok. Azt is meg fogom tudni, mikor indulnak és hogy merre fognak menni. Mindenről időben tájékoztatlak. Szóval most küldök egy koordinátát, oda majd menjél el, öreg, ott lesz az ajándék. Na jó van. Nagyon nagy baj van, há? Na mi a baj, öreg? Majdnem behugyasztam a kocsiba. Na mi hugyasztál? Há? Hát ez nem meglepő. Na, ez öreg, öreg, a főnök hozott egy kis ajándékot. Meg... Ha belekukkantasz a kocsi csomagtartójába, akkor fogsz látni egy kis meglepetést. Tiszta karácsonyi hangulatban van ez, hát. Nem? Ezt kaptad a télapótól. Köszönöm szépen. Virgács is van benne, hogy látom. Na figyelj, öreg, viszont nem vagyok ilyen szívélyes veled. Ezt a pofont, ezt nem felejtettem ám el, ezért még számolom. Muszáj volt, a színdarab része volt, hát. Nem lehet itt baszakodni. Ja. Ugye a barátaidat el akarják vinni a börtönbe. Ez 10 perc múlva körülbelül indul a konvoj. Adok neked két feladatot, és hát mind a kettőnél találós kérdéseket kérdezek. Készüljetek! Függ, hogy melyiket választod, és hogy tudod-e a választ a kérdésekre, hogy mi lesz a helyzet. Na, figyelj, de A és B választásod lesz. Majd a hangokkal a fejedben gondoljátok el. Mondom az A választást. Figyeljetek! Ha buknád a kérdés volt, hogy a fejedben lévő villentyűzet kiosztását át kell cserélned. A jobb lesz a bal lesz a jobb, az előre a hátra, és a hátra az előre. És nem törheted össze az autót, vagy ha összetöröd, akkor nem tudod megszerelni, nem szerelheted meg, gyalog kell eljutnod egy közeli publikhoz, és fuvart sem kérhetsz. Ez az A választás. A B választás pedig az lesz, be kell tartanod a kereszt, nem lépheted át a sebességhatárt, tehát a záróvonalon sem mehetsz át, tartod a sebességhatárt, 10 percet van odaérni a helyszínre. Ne kelljen már megcserélni a billentyűzetet, azt sem tudom, hol kell, basz meg. A crest be kell tartani, tudom, hogy ezt szavazzátok, mert szeretlek titeket. A B, az mi volt? Az a crest szabály, ó, de jön. Be kell tartanom a crest, ez egy B lett. Kösz szépen a szavazatukat. A kollégák basogják a fülembe. Hát figyelj, én betartom a crest szabályokat. Hát az jó lesz, hogy élvezni fogod. Na, figyelj, jöhet az első kérdés. Mehet, hát.
Figyeljetek! Ez az első. Mi az, ami nélkül senki nem tud élni? Levegő. Ez igen öreg. Ez még csak bemelegítés volt, jó ügyes. Jön a másik. Mi van a sánta nő két lába között? Mi? Sánta? Így is van. Mi van a sánta nő két lába között? Nem tudom, különbség? Igen öreg. Nagyon ütös vagy. Na figyelj, most kezd nehezen. Nekem is a pina jutott eszembe. Nehezedés. Mert ez... Mert kell a matek tudásod, nem tudom mennyire vagy jó benne. Bazz, hogy matekból nagyon ott vagyok a szere. Na akkor figyelj ide. 1000-hez adj hozzá 40-et. Most adj hozzá 1000-et. Aztán 30-at. Majd ismét 1000-et. Most 20-at. Újra 1000-et. Végül 10-et. Mennyi jött ki öreg? 4100. 4100 dik. Ezt tudom nyújtani. Nagyon jó, gyerek. Na jöhet a negyedik? Gyerünk! 5000. Gyerekek, na, rossz a matek. Soroltam a 7-5 napját úgy, hogy nem mondod ki a nevüket öreg. Sem a számot. Mi? A 7-5 napján? Így van öreg. Márján, mert... gondolkodok. Segítsetek már. Az baj. Figyelj, ma, tegnap előtt, holnap, hát holnap után... Á, oké. Okay. Tegnap... Tegnap, ma, holnap után öreg, ezt tudtam. Mi? Hát ezt tudtam, há! Na, figyelj ide. Két ember sakkozik öreg. Már lejátszottak 5 játszmát, és mind a ketten 3-at nyertek. Hogy lehetséges ez? 5 játszmát, és mind a ketten 3-at nyertek. Öreg, lejár az idő. Máriámám, hát... Na jó, ne. Öreg, engedjük el. Jön az utolsó, én azt mondom, még hát harpatoz valamit. Figyelj, te és én jó barátok vagyunk. Egy lány, akit csak pár hónapja ismerek, és még te sem találkoztál vele, ismert téged. Ki lehet ő? Há? Gondolkodj öreg. Van 5 másodperced öreg. Ezt nem tudom. Az te vagy. Hát, nem. Ez buktad öreg. Elmondjam ki volt öreg. Na. Mi volt? Hát a csajom a szupcsopiból öreg. Az igen. Az igen, bazd meg. Hát ez buktad öreg. Elküldöm neked a koordinátát is, akkor lassan indulsz. De figyelj, én figyelni foglak, hogy mit vezetel. Itt na jó van, hát figyelj. Most tettem a jogsit. Na, hogy nincs is jogsit. De mindegy. Hagyj menjen. Figyelek. Index van. Megvan a koordináta? Bejelölted? Meg. Mennyivel megyünk? 10 percet van öreg. Siess. Ez tilos volt öreg. Egy hiba pont. Az nem oda szólt, az a másik kereszteződéshez. Meg fogsz bukni a kereszten öreg. Ne itt biciklizni a kurva anyába! Nincs csak ezt vitartóban egy zsömle, ha mindjárt néhen pusztulok. Éhá, ez mi a faszom? A rák ki ez? Normális vagy? Hát Dick, de milyen mentős? Sziréna meg... Nem is volt! Itt egy stop tábla, hopp, hogy két táblát ki is vittél öreg. Mi meg? Na, állj meg majd. Szépen, lassan, nem sietsz. Na figyelj ide öreg, összegezzünk. Hát elvittél egy stop, két táblát elvittél, nem álltál meg a stop táblánál. És most gyorsan is hajtottál. De ez nem igaz. Figyelj ide, szólok Lajonnak, hogy tanítson meg majd vezet. Hát az... Áramot, az jó vezet. Ő nagyon vágja a keresztjén, mit tudom. Ez igaz, hát. Igaz. Figyelj, az a helyzet. Itt is tudok majd neked segíteni. Ha úgy van. Menjél balra öreg. Megmondom majd, hol bújjál. Itt az oszlop, ne itt bújjál. Itt a bokorra bújjál, ilyen szépen lássanak meg. Ugye itt jönnek majd, itt fog jönni a konvoj. Van emberem a rendőrségnél is. Tudok mindent. Figyelj öreg, ne menj ki. Én geci. Hoppá, öreg! Kilőttünk a kereken, félre állok! Várjál öreg! Aszta! Lőd be ezt az embert és segíts a barátaid! Lőd le öreg! Tölt fel a kocsit, fel kell törni az árfésűvel! Aszta kurva! Á, az a baj, hogy nincs nálam zárpésű!
Joker itt vagy, hát? Nyomd már meg a központi zárat! Nyomd meg a központi zárat! Nyomjátok meg a központi zárat, hát! Segíts, segíts már! Meg a szort kell! Szálljatok ki a faszomba, kurva nyátok a... Itt egy zárpénsű, hát! Segíts, öreg, segíts! A kurva anyádat, de utálom ezt az árfésűzést. Öreg, már segítettél a barátaidnak, menjetek fel a kocsihoz, a fegyvereket vegyétek ki, azt lőjétek szétrendőre. Megint a zsirábtonyás készítő médium segít nekünk. Fönn, gyertek fönn erre, hát! Fönn a zombozába! Mi a foglalkozásatok? Spár. Cigányok vagyunk! Vedd ki, hát! Vedd ki! Itt van el! Itt van benne a pögyben. Menjétek ki! Fegyver! Fegyver! Megint! Csoda! Mit, micsoda? Anya, baszd meg! Én ezeket kaját megfokozom, baszd meg! Megyétek ki! Megyétek ki, azt gyerünk vissza a rendőröket szétken darálni a kurványokat! Nem tudom, ki van velünk amúgy. Valószínűleg senki. Ej! Ej, mare! Nem, itt megint izé lesz murgyalási. Öreg, jönnek az embereim segíteni raptorokkal, őket ne lőjétek. Jönnek izék a jövőből! Gyere már ide, Joker! Gyertek ide, hát! Jönnek a jövőből a barátaim! A jövőből. Giulio lelőtte az emberemet. Ja. Giulio a kurva anyádat! Tessék, az belünk van! Ja, nem tudtam még. Jönnek a jövőből a barátaim ilyen nagy terepjárókkal. Azokat ne lőjétek. Lelőttem? Igen, ők, baszd meg. Ja, jó, van, bocsi. Ott van Hulk, és menekülni akar öreg. Hon? Hon van Hulk? A rákos húr. Ott menekül kocsival. Ott menekül elő a kocsival. Gyertek fel a terepjáróra, én megyünk a Hulk után. Tudod, bolond a kis ír egy Hulk után. A Bear Grylls-et néztem a múltkor, azt ilyen szibériai tájakon ilyen nagy tebeszemet evett, hát. Bear Grylls? Há, kussolj már. Üljetek be, pene! A Hulk tizedes meg kell baszni. Csak mondom. Lajos, föl tud állni ilyen hidegbe a baszod? De nem tud. Be kell tuszkolni a lyukába. A Hulknak. Ott van, menjél öreg, menjél. Kapd el öreg. Gyerünk Hulk. Állj pérre, Hulk! Hulkos tojás! Állj meg, hát! Szálljan ki, pene! 3477 millió fegyver van rajtad! Baszki! Mi van, bajósz? De furcsa szituáció, mi? Basszátok meg! Az anyámat, hát! Most mi lesz, Hulk? Mi lesz veled? Bajba vagyok. Rá kell gyújtanom, nem bírom ezt a stresszt. Nátok mocskosabb szemetet, bandát, engem váltok tabile. Gyere csak! Szétlőttétek az összes rendőr. Dehogy is, én nem voltam. Tudod mi lesz most? Tudod mi lesz? Nem tudom, de sejtem. Figyelj ide! Semmi erőszak, engedjétek már el, hát. Beszéljük már meg. Le kell tenned a jelvényt, mindent, és most megmérkőzünk, mi férfi a férfi van. Érted? Leveszi rólam ezt a csávó a bilincset, és szétpattintom az állkapcsolat. Eddig a bajusz, hát, nehogy faszugorjon a bajszot közé, bástya. Vigyázzál, azt mert mondtad, ez a vipar elszabadul. Azt mondtad, üssünk össze itt a lehet. Így lesz. De nem tét nélkül, testvér. Mi a tét? Elmondom, mi lesz a tét. Ha most el leszem picsázva, akkor jössz tartozon egyen. És nem locsantjuk szét a fejedet. Ha legközelebb arcoskodás van, meg jössz itt berbenni. És ha én gyerek, akkor mi lesz? Akkor semmi. Akkor jössz nekem egyen? Nem. Nem locsantjuk szét a fejed. Én benne vagyok mindenben, sok választása volt sincsen. Hát nincs. El kell számolni 3-ig és megy a box. Akkor én elszámolok, jó? Ott a 3 hely. 1, 2, 3. Á! Osszó. Mi? Jön a flashback! Vissza van pörgetve, olyan a hangja legalábbis. Anya! Keci! Lali! Anyád, de kemény! Mi a geci van, há? Lali, hallasz? Nyárban! Hallod? Na, megvan a trükk, bazd meg! Figyelj, na, megvan! Mondjad! Amit csinálsz, tudod, szereld a kocsit? Wow, geci! Itt leszünk, hát ha jön valaki, jó?
Emlékeztek erre? Jó van. Menjél, menj. Emlékeztek erre? Ez júliusban történt. Mi a passzom van itt, há? Várjuk, passz meg az autó. Wow, geci. El kell mennünk, öreg. Ez egy valódi moment. Ugyanez az autó. Egy valódi pillanat. Régről. Megjelentek, hogy lefozok és suffogjam. Ja, ja. Emlékeztek rá, geci? De durva. Ez nagyon nagy flash. Esküszöm, ez az öreg elméjébe játszol. Maradjál, hallod, jön egy autó. Emlékeztek, Mr. Albino-ra levágtuk az ujján? Ez az a pillanat. Ugyanez a pillanat volt, geci. Wow, geci, ez nagyon nagy. Az, nyilván az érti, aki itt volt nyáron. Egy fél évvel ezelőtti pillanat. Ugyanígy, Lali ott állt, itt vágjuk le az ujját, mert baszakodott velünk. Hallod, azt mondja, hogy nagyon ismerős maga. Emlékeztek erre? Ugyanezt történt. Ugyanígy megállt az autótán. Édik, figyelj már ide, passzopó! Dobd el a fegyvert! Te broncájú! Édik az Albino! Te vagy az hát! Albino tizedet! Rád kérsz a gyomrodat! A gyomrodat! Az keres, urai? Hát megtaláltál! Emlékszel rá, mit ígértél? De durva, geci. Ez nagyon nagy. Emlékszel rá? Azt, hogy ezt amíg találkoztok. Így igaz, há? És beadjuk neked a nagy paszt. Üljen csak be a kocsiba gyorsan. Üljen csak be. Te kis paszt. Nem találkoztál, szemtelen. Én nagyon jó. Közben ide jövök, a rádióját az oldaláról. Aztán elhajtom a fejlődöt. És szétlövöm. Üljen be hátra, vagy az anyósra, testvér. De durva, geci. Annyira epic. Nagyon nagy. Nyilván ez csak az érti, aki itt volt, és de ez... Wow! Tudod, mit mondanak a kíváncsiakról? Aki kíváncsi, a szájfa van faszma! Nagyon nagy. A Hulkról vissza lett asszociálva, gondolom, az öreg fejében. Nagyon durva, geci. Jó voltam hozzátok. Mindent megtettem értetek, ajánlottam nektek. Jó, menj nyugodjál le, ne idegeskedjen, mi is jók leszünk. Gyere, hát! Na, szálljunk csak ki. Volt nálam egy kés. Ez előbb nem volt! Figyelj már ide, Albino geci! Már ilyen nagy faszcibáló voltál! Gyere csak, hadd beszéljek veled! Hadd beszéljek veled, na! Ennyire agresszív az úriam! Ha, meg leszel baszva! Tudod mi a baj, hát? Azt akarom, hogy soha ne feledd el, Albino geci, amilyen faszoposkodtál! Gyere csak ide a motorházhoz! Ide! Tedd csak ide a kis kezedet! Fogd le, kapa, fog geci! Fogd le! Ide jövök és lefogom. Rálépek, rátérdelek a kezed rossz... Levágom az ujjat! PAM! A rák megesz, hát! Így nem felejted el! Olyan ez a brigád, akit itt látsz, mint a tangabugyi! Nem vigyázol? Az megy a kezed a picsába! Érted? Erre emlékezni fogod? Szabad akarat! Mi a fasz?! Szabad akarat! Mi a fasz?! Fontold meg! Vegyetek minden lehetőséget számításba! És hozzátok meg együtt a döntést. Getsz kiráz a ideg! Közösen mit kell tenni? 2 percetek van arra, hogy döntsetek. A játék neve... Szabad akarat. Getsz, de epic! Wow! Ez nagyon meg. Dönteni kell valamit, srácok, én nem tudom miről, de ez nagyon durva, hogy egyszer csak így megállnak, kibaszott epi, és hogy egy emlékbe vagyunk. Wow, ez nagyon durva, kurva jó. Mi a faszom van, ha? Na, mi van? Mi van a Albino? Hogy tetszik Albino a szituáció, ha? Egyszer mi és megy tovább, geci, kurva jó. Na öreg, mi a faszomat? Csináljunk vele? Gyerünk ma, haladjunk, ránk fog sötétedni. Figyelj már ide, hát Albino, geci. Nyugodjál már le! Nagyon nagy passzibáló voltál, és ez nincsen felejtve. Én. Hát megöltétek hát az őröket. Ki a gecit érdekel? Ha? Volt ilyen kérdés? Hallod, levágták az ujjad, van még 9 ilyen, tudod? Nyugi, szépen meg tudunk csonkítani téged, vágod? Nagy emberek vagytok. Öljük meg, vagy nem tudom, hogy csináljunk vele, be fog köpni, bevisznek vissza a bőrdömbe. Szúrd le, 20 év, bazd meg, 20 év, most szabadultunk, érted? Öreg, gondold meg. Nem akarok itt menni, én sem akarok, szó szúrd le, ha megöltük is, elkapnak titeket, akkor véget. Már egy kicsit azért ne veszik olyan porronakását, Albino, te passzopó!
Nyugodjál le. Oké? Okay. Át kell gondolnom ezt. Leszúrjuk, vagy ne? Joker, mire szavazom? Hát én arra szerintem, hogy eljük meg a faszomba. Kockafejű, geci? Hát én azt mondom, hogy haladjunk innen a faszomba mindenit az előtt. Lajos, neked? Öljük, vissza szúrd le. A rák ki ezt, te faszopó! A kurva anyáda, te! Meg leszem szurkodba, te gyász, geci! Ott pusztulsz el? Na jó van. Szép mód, öreg! De elfig, geci. Nem változtattunk a múlton. Nagyon jó volt látni amúgy. És a testkamera rajta volt. Emlékeztek? A Lali azért kapott tőlünk. Mi van, he? Ennyit bír a rendőrke. Ez az öreg kiütötted, he? Ábbasz meg! Nem lenne átvéve a lábam, akkor szétcsaptam. Figyelj már ide! Egy pofon volt Hulk! Ne feledd, amit ígértél! Ne feledd, bazd meg! Érted? Jó van, most te nyerti. Aláírom. Figyelj ide, egyszer már voltam ilyen helyzetben. Nem is olyan régen. Én már sokszor. Nekem saját bérelt intenzív osztály van a kórházban. Van valami kötöklén egy kés? Összevaratom a lábamat, aztán találkozunk még az utcákon, ugye? De az, hogy a farmeremet kiukasztottad, az biztos ki fogod kérni. Üzenek valamit a háknak, öreg. Figyelj ide, bajusz! Nézzél rám azzal a rozmár fejedben. Azban, hogy egy üzenet érkezett galambbal most az előbb. Haha! Ami úgy szól... Mi azt hittem, zsiráfokkal foglalkozom, és meg galambot is tenyítem. Ami úgy szól, hogy a kis buzi barátodnak, a testvérét, a doktornő, ki fogják belezni, hogyha kövesz minket ám. Csak mondom, mint egy malacot, értesz? Ne feszíts túl a húr. Az a lényeg. Átlépsz egy határt, akkor... mit csinálsz? Dübegorúsz, mi lesz el? Mi lesz el? Mi lesz el nyomva, mint a csík? A Barbara doktornő ki fog pusztulni, mint a dinoszauruszok, ha követnek minket, csak mondom. Milyen ember vagy, hogy már őket fenyegetsz? Nem ez a lényeg. Üssünk még egyet. Á, most megint feküdni akarsz, hát körbehugyozlak. Vágd le bajszát neki, hát! Vágd le bajszát! Lesz-e, gyere! Megálljál, hát! Megálljál! Fogjátok le! Na, most remeg lesz embered mámba. Levághatod, és addig élsz, amíg visszanő. Úgyis ugyanezt az arcot fogod látni, amikor utoljára lecsapódik a szemed. Bence, kösz az ötpenet! Meghúzom! Úgyhogy fájjon! Tudod, ilyen firoman, szexin! Hát, ha lőd a lábam, baszki! Figyelj, nyúlok, vágom! Hopp, le is vágtam! Hoppá! Na most már értem, mi hordasz, bajusz, he? Anélkül úgy nézel ki, mint a szar. Na hát, a dörög, ügyes voltál. Elhoztam neked hálkot. Jó, tetted el. Hoztam rajta. Annyira élem ezt az RP vonalat egyébként. Egyébként nagyon sokan nagyon szeretitek, viszont nagyon sokan nem szeretik. De Getsz, ez valami hihetetlen. Be kéne pakolni a fegybert, Lajos. Te vagy a segédmunkás, haladjál. Jó, pakolom. Öreg, ne felejtsd el. Még jelentkezem majd. Jó van. Kérdezitek egymást társaságát. Na jó van akkor. Amíg lehet. Mi az, hogy amíg lehet, hát? Öreg, bármi megtörténhet. Most volt egy jó napotok. Öreg, te szeret? Hála nekem, öreg. Ezt ne felejtsd el. Lajos, figyelj már. Most igen? Megmondom őszintén. Most azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy ma nem popozlak meg. Érted? Oh. Ez jó. Tudod, mert ez itt van a szeretet ünnepe. Mindjárt itt a karácsony. Érted? Baszd meg. Nekem van karácsonyi ajándék. Na. De azt pedig nem mondom el, hogy micsoda. Nekem is van. Csak még nem készült el. A szervezetem gyártja le neked. Most figyeljetek már ide. Lássam, hogy kiszabadítottalak titeket? Baszd meg. Ha? Jó volt, ügyes voltál. Ki tudtuk volna magunk. Köszönjük, köszönjük öreg. Persze. Jó, néha hagyd. De és ezt hogy csináltad? Azt mondjad már. Hát bazd, mondtam már, köszi, hogy a... Köszi, öreg, köszi. Jó, mond Lajos, erígy már, hát. Te sikerült volna egyedül, igaz, öreg? Tök egyedül csináltam az egészet. Tök egyedül. Senki nem segített. A jövőből jöttem, médium vagyok, megmondtam. Váó, egyedül csinálta. Váó. Tök egyedül. Egyedül, váó. Öreg, bazd meg.
De sokkal jobb vagy, mint a Terminátor, esküszöm. Ez igaz, hát. Ez igaz. Na szevasztok, passzokú! Együtt, szevasztok, buzi! Szevasztok! Szevasz, jó éjszakát! Hello! Hello! Kis Lalika! Igen? Gyere csak ma, nem hát. Beszélünk én. Beszéljünk. Tudna adni nekem kaját meg vizet? Mert szétbaszom a fejedet? Adok, igen, adok. Az anyám, Addi! Baktáni, há! Mi van bele, Tünde? Ja. Hozzád jöttem igazából, Hector. Édük, mi van? Nem. Azt. Ebből... Christmas party van a kedvenc klubomban, a kedvenc DJ-mel, és arra gondoltam, hogy eljöhetnél velem. És hogy kell hozzá egy kedvenc fasz is, igaz-e? Igen. Hogy teljes legyen a gyűjtemény, ha? Csúcs! Gyere csak, Giulia! Erik már, hát mi szerintem nem vagy! Ja! Öreg! Menj teget is lehet neki, nézd csak! Beszélgessük! Várjál egy picit, ne haragudj már meg most! Nagyon kemposlom! Mindjárt jövök egy másodperc. Jó. Na igen? Na öreg, figyelj! Gondoljátok át! Hogy elmentek-e vagy nem a buliba? A hangokkal a fejedbe gondoljátok át! Elmentek-e a buliba vagy nem? Menjünk a dokinővel vagy ne! Mondjátok meg! Mi a helyzet? Mentek bulizni? Jó vagyok. Ja, azt én is felejtettem már, bazd meg. Igen, amúgy. Megyünk hát. Megyünk. Aztán. Nagyon nagyon bebasszál, öreg. Oda figyelj magadra. Jó van, figyelnek hát. Hát megcsap a pinaszag, nem kell irigykedni. Nehogy még valami feladatom legyen a számodra, érted? A részéged után nem lesz jó. Az nagyon rossz lenne hát. Az igaz. Na figyelj, menjünk a buliba, azt mondom hát. Nem bírok ellenállni. Jó van, viszont a limuzinban lesz egy parfüm, azzal megtennéd, hogy befújod magad? Persze, limuzinnan jöttél? Van, de gyere, ez limuzinja van! Azt figyelj már, a cimboráim is jöhetnek! A cimboráim is jöhetnek! Jöhetnek, hogyha nagy öreg egy igazi limuzin, Dick, nézd már, egy igazi limuzin! Azt figyelj már, a fekete is jöhet, mert az én időmben, mikor szórakozni jártunk, akkor az nem mehetett be. Kicsit retkesen a drága. Ez a sofőrje itt van, de miért nem öreg? Hát az én is megoldott. Ha nincsen már valami üdítőt, Lajos, te vagy a legközelebb hozzám. Lalle. Hát de mi milyen üdítőt kész? Nem, a Kaula. Igen, meg... van a legdrágábbat, Lajos. De mi az, hogy Kaula? Jó, mi az, hogy Kaula? A legdrágább. Hájt a Coca-Cola. Meg az ember energy drink, de ez a... De az a legjobb. Azt mondják. Az anyád a legolcsóbb, az. Nem csak tudod ezek szerint. Hát, ez igaz. Ingyen basztam meg az anyját. Tényleg viszont eladó vagy, Nali? Te tényleg? Akkor te felkerültél a térképre? És nagyon jó megy azóta az üzlet, Lali? De igen. De be van indulva azóta a kis kóból már... Három O betűvel. Azt? Go! Ez igen! Te neked van marketing érzéked, Lajos? Öreg, nyissad az ajtót kifele, a te gárét, basz! Ja, hát elnézést, Tényleg? Itt vagyok, uram, majd csak. Kinyitom az ajtót, ha nyitva van az ajtó. Látod, kinyitottam neked az ajtót, hát. De zárt lábban, zárt lábban. Tényleg? Hallgassál már tégla, ha milyen nővel, te még pinát nem láttál csak újságban. Meg egyszer, mikor megszületté, te gyász. Erígy már, te buzi vezér. Gyere, karolj beném, gyere na. Jó, belét karolok. Én... A másik oldaladra, jó? Mert nem vagyok. Öreg, figyelj már, tudod, öt felé tört kifliálva. Csak mondom. Hát az, igen, az nem mindig így van, hát. Is ez volt. Állj, na elnézést egy pillanatra, ezt én találtam ki ezt az elvet, tehát... Akkor neked is ugyanúgy meg kell tartani. Na, kivétel erősíti a szabályt. Érted? Figyelem, buzik! A parti állatok, a parti a főnök megérkezett. Ez már kiárt neked, hát? Jézusom. Bibörög a hangoktól a ház. Hónapot, jó hónapot. Azt mondom neked, hogy meg kell mérni összegbe az első éjszakákat. A hozományt föl kell mérni, érted? Mennyi pénz ugrik a zsebbe, meg ilyenek. Ez az igazság. Van nálam alszol? Hát figyelj ide. Azt mondom neked, hogy 50 ezer dollárba kerül. Hogy nálam alulj? Így van. Erre fogd meg a kezembe, hogy elkeverek. Na, jó van hát. Az olyan hideg a kezed, hát, mint a spejzablamba a kocsonya. Olyan hideg. Segíts fel. Hát valami miért kéne beblét pumpálni. Lajos! Hoztál ételhordót? Ételhordót hoztál? A svéd asztalt borítsván benne a zsákba, azt vitt ki a kocsiba. Jajó. Junior, be vagy baszva? Sövel. Junior, bebasztál? Igen, szétbox. Mit csinál? Be vagy baszva hát?
Én soha. Az öreg ember? Hát dehogy nem. Hát látom rajtad. Én nem vagyok. Hallok. Hon van a Lali meg a többiek? Itt is lehet lenni. Itt túl valahol, azt eltűntek. Na jó, mi is ígyunk valamit, gyere. Giulio már kopta. Jó esély? Az álom, hajó! Szeretnék az unokat, vigyázz már. Baktánuk, meg a perenckeserűt is kéne nekem. Egy perenckeserű. Engem meg tudna hívni. Én de szemtelen Batya Lajos. Valaki kérjön majd. Jó, tudja mit? Akkor szeretnék itt mindenkinek mögöttem egy tekilát. Ez a csavar neki, hát! De jó, nyomod öreg. Hát ezt szom nyújtani, egy cipőm már kigyúlt. Gyere már. Tiklánzik a talpad. Ez egy nagy jó madár. Faszom téged táncszabázni, nem vagyok buzi, he? Dehogy nem buzi vagy, innen látom. Figyelj, most nem akarok beneszólni, nem akarok beneszólni. De ott volt egy gázsi az előbb. Az rányúlt a faszomra. Érted? Mikor elment mellettem, rámarkult, megszorongatta a szemem, kigóbat majdnem. De, ott de ment a zenőbb, he. Hol van? Arra ment a zenőbb, itt van valahol, megkeressük. Figyelj ide, azt mondta, hogy menjen be a WC-be, úgy leszi, hogy a lelkemből nem marad semmi. Ezt mondta, hon van, há, a zenőbb itt volt. Hát ez eltűnik. Na mindegy, csak mondom. Ha megtalálom, biztos, hogy megtegyem. Én te olyan agresszív vagyon, há? Öreg, mondjad már, hogy egy csíkot húzzon ki. Van nála. Figyelj már, az van nálad valami tudatmódosító balhé? Nem sokára lesz. Mindjárt lemegyünk, és akkor ott tudok szerezni. Na jó van, mert nem bírom már ezt a józan életet. Várj, Giulio már csinálja a balhét. Mindig, amikor elmész diszkóba haverid, de mindig van egy ember, aki csinálja a feszkót. Rendes ilyen diszkó flash-en van amúgy. Már összeforrok. Ezt figyel, te ismered a metszedő figurát? Ez a metszedő figura. Hopp, hopp. Az anyám a fel. Dáva. És már is van egy kérdésünk. Na mi van, Joker, há? Amit azonnal teljesítünk. Azt a kurva. Én. Dika romantika. Barbie Beauty Hectornál korol. Én, há. Hát már szerelem a jobából. A farracopi kiesett a kabából. Van vele, hogy tudom ilyen. Hogy kell? Gyere hát, gyere ide! Ha fogjam meg, én hát, nekem küldted ezt a dal! Hát, ugyan átpeszítek ma este? Kettére pedel? Jó veled! Nem kell már senki más nekem. Csak álmodj tovább, csak álmodj tovább. Veled! Haha! Faszom, hát akkor a szektornak jöttük ma este. Éheppen is állt a faszom. Nincs megállás. Keverd neki, ha adj rá hangot, te csöves! Hogy kell játszani? Ez a legjobb szám. Ez a kedvenc számom, ha. Ropogjál. Nekem ez így jó! Énekeljetek buzik! Nagy bilágot! Kikadják a magány, kifizettem zsebből én a whiskyt a pálinkát. Zsabó! Rendes olyan, mint a tényleg. Annyira él az egész, meg kurva jó. Nyomjad öreg, nyomjad! Fogadjunk, hogy utána tudom csinálni, hát! Hadd lássam! Várjál! Most elles íhá! Ott kivillant a izé! Szétdobtad a kerekeket rendesen! Majdnem beszippantotta a fejemet, hát! Figyelj ide, ezt én is ismerem! Nem utaz, akkor ez egy szárszágy vagy, gyerünk, lássam! Várjál, ez a bemelegítőkör! Ezt figyeld, hát! Hoppa, fikát ki kell pückölni. Ez a legújabb csajozós, figyel. Ezzel mert bárkit elcsábítok, figyeljél. Hopp, hopp, hopp. Már a labortalát kéne tolni, mert pröcsöksz, hát. 18 pluszos a stream, erre jön most megint a rím. Olyan lesz az este, mint egy felnőtt film.
Lekúrjuk a doki nőt, mondom. Nem lesz nálunk kondom. Á, ezt figyeld el. Hopp. Íhe, megint kicsúszol. Ezt figyeld el. Hopp. Tonyásos tonyási. Bám. Az aranykapu kinyílt. Azt figyeld. Yes, yes, hatalmas. Hallok, azt figyeld, egy szexrobot vagyok, egy szexrobot. Nézd meg, így fogom beverni neked, hát. Pám, pám! Látod, hát? Az igen. Oda dörgönök, hát? Kocsányon lógnak a szemeid. Egyébként az egésznek olyan hangulata van, geci, mint tényleg egy... Vagy felettem. Benéznél egy buliba. Nézd, mennyien vannak, táncolnak, kurva jó. Majd a halálért. Az egész el, tudjátok. Meg a popázik a DJ, kurva jó. Na, megyünk, szívunk még egy kis izét. Matériát, hát. Na mi van, geci? Há? Aggódok Joker miattal. Hallodsz, hát? Há, mert itt a csábokkal látom, hogy megy a szemezgetés. Mert ezek buzik, basztok. Ez egy Joker! A karakteri, ez mennyire megy itt? Figyelj már, de kopasz! Kopasz, geci! Nekem mutogatol? Nekem mutogatol? Ne hörgeljél fönn! Mert erősre ittam magam, bazd meg! Ez volt, hát! Ez volt! Ez volt! Figyelj már! Meg lehet! Milyen pasit, ho? Simhoz, most mondta, hogy oda dörgött. Nem kell hazudni! Így igaz, hát! Így igaz! Hát kibaszott jó ízlésed van akkor. Így igaz! Rányultál a bőrkormányra! Ha még egyszer meglátom, hogy csak ránézem, ha még egyszer meglátom, beszélek, érted? Mi ez a csökszag? Akkor a hajadat kitépem, érted? Így volt, nem kell letagadni. Figyelj már ide, hallod, biztonsági Lajos? A szőke gázsi majdnem megerőszakolt. Nem ez a szőke, nem a Mikulás ruhás, hanem a másik. Így volt. Azt mondta, hogy bekaphatom a faszot. Mondtam, hogy nem. Elindult, kiapasztotta az állkapcsát és derékig bekapott. Állj már lehe! Üss ki a gecit! Mit csinálsz, te kurva! Te kurva! Öljél, há! A kurva nyátokat! Eddig nem csináltam semmit, ha azt engem bilincselnek meg. Áldozat vagyok! Figyelj, öreg! Egy 5 perc múlva menjél ki az épület elé. Szépen akarok veled. Na jó van. Figyelj, már mindjárt jövök egy pillanat, oké? Okay? El kell mennem húgyozni. Eddig elveszem a nődet, te. Hát most szólt a izé, hogy menjünk ki az épület elé. Tehát milyen lusz nyernébben van ott elől? Jó, be vagy baszva. Öreg, megint kell a pofon. Miről beszélsz, te csóró? Kijöhettek mind az anyátokat is megbaszom, ha rákegye ki a szívetek. Baszd meg, bebasztál, öreg, mondd, ne így ásokat. Á, semmi. Sehol semmi, hát. Csak épp, hogy be vagyok csicsentve. Vágod? Az anyáma. Sincs semmi bajom, bassz meg. Hoppos fejjel maga, nagyon be vagy, bassz öreg. Dehogyis. Egy diamnát cukrot ettem, hát jó idő. Szevasztok, hello. Figyelj már, nincs egy kis apró. Yeah. Egy ezres. Aprom. Hát. Annyi kéne egy doboz csigihe. Mi? Egy ezres? Hát. Karton. Szokja inkább le, öreg, én azt mondom. Bassz meg, ha nem lehet, itt megemelik az árokat. 500%-os adó van egy izén, egy doboz pecskén. Faszom eldurrant. Na jó van, öreg, elég a bájt csövejből. Ide figyelj. Ma. Most egy kicsit megsz aludni, mit szólsz hozzá? Micsoda? A kurva anyádat! Húzz el Audin a zsákot a fejére. Lehajolok, kiveszem a zsebemből a zsákot, ráhúzom a fejére. Kész van főnök. Most mi van, hát? Dik, te vagy az okni fej. Szevasz, öreg. Hello. Most miért kellett leütni engemet? Há, így is szétrobban a fejem a sok cucctól. Há? Valahogy ide kellett hozni, öreg. Hát bazd meg, de hát itt beültem volna a kocsiba. Most akkor a púpon a fejemben nagy kabátot lehet rá nakasztani. Na, beszélgessünk egy kicsit, öreg. Na. Milyen volt a buli? Fasza volt. Fasza volt.
Már 20 éve nem láttam Pinát, érted? Beszélj egy kicsit magadról, az életedről, gyerekkorodról, valamiről mondjál, valamitől. Hát figyelj, Hector vagyok, bátor, maga a szexuális mámor. A nevet tudom, öreg, de gyerekkorodról mesélj, milyen volt? Miért kell mesélnem a gyerekkorom? Mi vagy, egy cicológus vagy, vagy mi a geci? Hát érdekel, öreg. Hát figyeljen ide, az mond, elmondjam, mi volt. Nagyon rossz gyerek voltam, mindenkit inasba vágtam. Penyítettem a csicskákat, bementem az iskolába, lepopoztam a csöveseket, elvettem az uzsonnát, ilyenek. De jó volt. Jó éreztem magam, érted? Ilyenek mondtak, na. Most nem hogy csúsztál ennyire le, öreg? Azt meséld. Én? Mit csúsztam volna le te? Hogy lettél ilyen csöves? Ja, hát én csöves akartam lenni, bazd meg. Megkérdezték az óvodában, mi akarsz lenni, mondtam, hogy csöves. És? Figyelj, öreg. Elmondom én is, milyen volt a gyerekkorom. Most nézek először az arcodra, hát. Eddig nem is néztem. Tetszek, öreg, tetszek. De nagy szemed van, vagy a fejed kicsi, ezt már sose tudjuk meg. Na, mi volt a gyerekkorodban, hát? Megbaszott hát, egy öreg. Kecske? Vagy valami szexuális témájú sérülés miatt van zokni a fejeden? Hát, nekem elég szomorú. Te vagy a Deadpool, a Deadpool vagy, hát. Össze van égbe a fejed. Na, a Batman vagyok, öreg. Én, az nagyon buzis. Én nem szeretem a Batman-t. Nekem a szüleim azok meghaltak. Az apám egy rossz alkoholista volt. Hát olyan, mint te. Rossz csöves alkoholista. Meghalt. Utána ebbe belerokkant az édesanyám. Utána ő is felhúzta magát a fára. Így maradtam a kisöcsémmel. Hát most nem is aztán... tudom. Keresünk egy kötelet itt a háttérbe, bazd meg. Ezt elmesélted leugasztod. És... azon elkedem gondolkodok, hogy eredt vágok. Kibaszott ideges vagyok, öreg. Hát de nyugodjál. Elveszettem a szüleimet. Hát bazd meg, hányan vannak így a világba, verjek alá. Hát plusz, még elvesztettem még egy embert, aki nagyon fontos volt a számomra. De fasz kell nitrobázni, hát? 1000 millió ember van így, di. Érted? Inkább üssél a becsületedén. Figyelj, öreg. Na? Az a baj, kurvára felbasztál, bazd. Álljál csak ide. Térdeljél a szépen. Most megint kezdett, ha a gyász verjek a nyakad. Térdeljél a bazd meg, nem mondom el még egyszer. Jó van, már mit kell felkapni a vizet? Hát csak beszélgetünk. Most nem, hogy menne lőjél, beljem a szádba. Hát bazd meg, partnerek vagyunk. Kurvára elegem van belőle, na, felbasztál. Az... fejezd már be, mit erőszakoskodol? Bármit kértem, bármit magadom neked, fegyvereket, pénzt, minden. Na, hát azt segítettem. Nem tudtam megtenni, amit megkértem. Miről beszélsz, hát? Állandóan ellopta neked az összes szart, amit kértém, te gyász. Viszlát, öreg. Na, hogy menne lőjé? Bazd meg, azt hitted van benne lőszel. Na gyere, öreg, kapjál le! Én, hogy berjek alá, te buzi. Ezt a köcsögöt! Gyere már, öreg. Gyere, üssünk össze, na. Mersz? De ne berekedjél már, geci. Mi a fasz? Gyere már, öreg. Hol a gecibe vagyunk, Hedig? Milyen drogot vettem be? Gyere már, hülye. Gyere már, öreg. A kurbanyádat, hát? Na gyere, akkor dobjön a kezed! Ne verekedjél! Normális vagy! Gyere, öreg, gyere! Mi a fasz? Nagyon gyenge vagy, öreg. Úgy jutsz, mint egy kisnek. Hát gyere, mérkőzünk meg akkor. Most már kapni fogod, hát. Gyere, öreg! Mi a fasz? Hon vagy? Öreg, itt vagyok lám. Wow, bazd meg! Bármi már meg, most mi a faszomat csinálsz? Nagyon gyenge vagy, öreg. Állj már le, hát! Szétboxolom a fejedet! Tedd fel a kezed, öcsös. Na gyere, geci! Na mi van? Éj, luftot ütöm, te gyászos! Ha-ha! Ez valószínűleg nagyon durva. Gyenge vagy, öreg. Szerintem az öreg, ez a belső identitása az öregnek. Geci kemény. Mi van, hát mi van? Na mi van? Na mi van? Hát hagytam magam, hogy ne sírjál, mint egy kislány. Meghalt anyu és apu, depressziós vagyok. Kurvanyád! 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 Érted, bazd meg? A gyengék elhullanak, buzi! Nem azokat kell keresni, hogy miért legyek szomorú, hanem felülemelkedni, te zokni pejű geci! Gyere, há! Itt van, nesze, megérdemled, aki hagyja magát, hogy üsse a sors, ad meg is érdemli! A kurva anyádba! Balfasz vagy, öreg. Bazd
Bazzik, ilyen nagy társadalom kritika, GTA RP stream közben. Bazzik, mindig várni kell. Hát bazzik meg, állj már lehe! A rák meg bár. Menj, menj! Geci. Ez nagyon zorral egyébként, megint. Valószínűleg az öreg szerintem kettős, vagy skizi. Kibaszott lassú vagy öreg. Nesze, ha megérdemled, na gyere, akkor pussál le. Valószínűleg a belső vívódás az öregnek, de hogy mitől van, azt nem tudjuk. Még én sem bassz meg. Ez a játékban benne van egyébként, mert nem játszottam még a sztorit. Gyere már. Gyere, öreg. Nem tudok gyorsan szaladni. Ennyi a max az öreg. Gyere, öreg. Mi a fasz történik? Anyád! Get the epic, wow! Lol! Már megint a hideg ráz, geci. Kurva jó. Öreg, haló, magadnál vagy öreg? Kapok két pofon. Na, mi van há? Dír, dur. Mi van öreg, itt vagy? Mi a faszom történt itt? Már figyelj megint. Már öreg. Figyelj már, van egy kis probléma. Hát az mindig van. Nem stimmelünk itt számszakilag, az a probléma. Én a matek az nem volt sose az erősségem, hát. Leütöttek. Hát azt hallom én is. Na gyere csak. Térdelj le ide a srác mellé, kicsit beszélgetünk, jó? Mert valamit nagyon nem stimmel. De mit csináltok hát? Mi a bajotok? Emlékszel, hogy a múltkor hoztatok nekünk egy kis drogot? Hát igen, és? Mi? Hát az a baj, hogy 25-öt kértünk. És 24-et kaptunk. Ön volt itt mellettem. Vagy 24 és 23? Én. Valami ilyesmi volt a reggel. Én voltam. Te loptad el, buzi, ne hazudjál. Biztos te voltál? Az a kérdés, melyik őtök volt? Ne hazudjatok. Te voltál, Odin? Hát bíz bennem. Vagy te voltál? Biztosan voltam. Hogy hívják, Budin? Hogy hívják ezt? Én nem loptam semmit, hát. Nem is volt. Hát a barátod akkor nem térdelne itt a gyász. Figyelj már ide, minket üldözött a rendőrség, meg minden. Mi nem loptunk el semmit. Na jó van. Értem. Beszélek a főnöke, jó, előkapom a rádiót. Rosszak volt a kezemben. Mi nem nyúltunk hozzán, há? Mi normálisan bepakoltunk minden. Kirázódott út közben. Lehet, hogy ez volt. Mi nem loptunk. Emberen. Itt az egyik ember előjött a kocsit főnök. Én nem lopok, ha a gyász verjen meg. Akulj el. Hogy akkor szólj, ha kérdeztelek. Figyelj öreg, megadtam neked mindent. Adtam fegyvert, adtam pénzt, drogot, mindent adtam. Hát igen, pont ezért nem lopom. Hála, de vissza elém. Ez a hála, hogy meglopsz. Ide most mondom, hát. Most mondom, nem érted meg, amit mondok? Akkor hol a tabletta, öreg? Hát, vagy ez a buzi loptán, vagy van, aki más volt. De mi nem lopunk. Abból hiányzik, abból a szájtmányból, amit Joker is tégla vitt. Nem érted? A pahangú, meg a farkastorkú. Na figyelj már ide. Biztos, hogy nem lopnak. Azok nem lopnak, de... Akkor engedjél el, és akkor megbeszélem, mert öreg, kiderítem, há. Öreg, figyelj ide. Az egész életed egy hazugság, lopás, csalás, hazudás. Ez nem igaz, há. Becsületes vagyok. És az egész társaságod. Hogy bízhatnék benned? Higgyünk neki, főnök. Higgyünk neki. Figyelj már ide. Én nem hiszek neki. Üzletben mi nem szoktunk baszakodni, értette? Jó Isten áldjon meg. Mi nem loptuk el azt a szaros tablettát. Üzbe tennéd a kezed a Jokerért is. Esküszöm neked, há. Mind a kettőjén. Mind a kettőjén. És a Giulio? Az én is. Mindegyikén, hát. Tűzbe megyek érte. Mondtam neked, hogy a randit intézzel a jobb kezembe. Elintézted már, bazni? Tényleg, mi van a randival? Hogy ne intéztem volna? Persze, hogy elintéztem. Még kicsit puhítani kell. De mit kell puhítani? Nem tetszek neki, vagy mi van? Hát bazd meg, rajtad zokni van a fejeden állandóan. Hát azt se tudja, hogy nézel ki. Jó majd... képű vagyok, hidd el. Hát gondolom, hogy a szurcsa. Segítség, bekapták a faszomat. Jó, Etén, mert tudom szerintem mi történt. Na mi? Főnök. Úgy, azt hiszem meghoztam a döntést. Úristen, a rózsaceremónia. Hát most mi? Rám. Nehogy már engem, mit csinálsz, hát? A kurva életben. Te hazug szarházi, te. Figyelj, nincs meg a tabletta. Lehet, hogy nem a srác volt, lehet, hogy ti voltatok. Járjál utána, jó? Na jó van, hát. Remélem meg lesz. Na remélem nem felesesen nyíltam ki a legjobb emberemet. Hát hazudott, ő nem mutató lesz meg. Ha nem lesz meg öreg, akkor valaki meg fog halni. De figyelj már ide, és ha ő lopta el, akkor hogy legyen meg, bazd meg? Kutasd fel az egész hát, város. Öreg. Van egy esélyed, van még egy zsetonod.
hogy bizonyíts nekünk. Figyelj már, és hogy hiány kezdted ezt a cuccot, hogy ha keresem, akkor hogy találom meg hát? Az X. Az utcán csak így ismerjük, hogy az X. Azt és nálunk van mindegy. Itt van az X, az Pix, a tolvaj meg heber hultan, mert tegnap az anyádat toltam, pám pám. Ja, figyri, figyeljél, csak öreg, mondom. Ne öreg, ne jó? Ne beszélj az emberem. Várjál már, de most ez egy új repszám, most írom fejbe. Csak hangosan gondolkodtam. Most van, hát így van, ahol van. De nem már Joker, hát. Figyelj már ide. Beszélni kéne. Figyelj ide, hát. A módkorjában emlékszel? Elmentünk, azt posztogattunk a zsiráptojás keltető miatt. Ilyen gyógyszereket. Ja, tudom, amikor a hűzében voltunk a Humanox-ban. Ám, figyelj már, az hány darab gyógyszert raboltunk? 12-12-t fejenként, emlékszel? Hát, 12-t, így van. Az figyelj már, nem jut hozzá senki sem. Most nagy bajba vagyok. Most hítak a jövőből, hogy egy darab hiányzik. Így probléma van. Érted? A szarű, én nem tudom, hogy mi a faszom van a tablettákkal. Én beraktam mindet az autóba, hogy kérted, érted. Fogtam, ott volt a doboz. A dobozzal együtt szépen átemeltem az autóba, a feketébe, ahogy kérték, érted? Hát ez baj. És a tégla nem lopott belőle szerinted? Hát most tényleg azt, akkor én jól értettem azt, hogy te arra gyanakszol, hogy én vagy a tégla loptunk-e valamit. De most itt nem az a lényeg, mert ezt meg tudjuk oldani. Ennél sokkal nagyobb a probléma, basszom te a gyomorod. Érted? Engem nem érdekel, ha loptatok belőle, leszarom. Csak valahogy vissza kell szeretni azt az egy darabot. Elsomákon is se tudnánk, ugye, mert mindent hall ez a gyász. Gondolod el, hogy a saját embereimet így kivégzem, akkor mit csinálok a te embereiddel? A módkorjában elmentünk gyógyszereket szerválni, érted? Igen. Mikor elraboltuk, vagy nem elraboltuk, hanem elvittük fuvarozni magunkkal a dokit. A dokit, tudod, a Human Labs-ba. Kocsinként 12 darab gyógyszert vittük. Emlékszel? Azt fogd meg, bazd meg, hogy esetleg véletlenül... Jó, hát bocs. Lajos, takarodj már innen elfele! Nem-e véletlenül beleesett egy a zsebedbe, vagy nem-e tudsz róla valami? Hát honnan tudnám, szerintem őszintén, mondd már meg. Mondom, csak megkérdezem, hát! Nem. Egyébként elnézést, uraim, véletlenül a sövényben odafostam egy féltaligányit, hát. Csak mondom, köszi viszlát, szétfostam a kertet. Bazd meg, azt se tudom, merre vagyok arcon, hát. Öreg amúgy, ez nem él. Te ma, mi? Érted? Na jó, most mit irigykedem? Érted? Szevasztok, buzi! Várjátok a villamos, meg a busz megállóval! Csöves, geci! Giulio, ittasan ne vezessén, ha! Ebből paszolás lesz! Vigyázz, ott egy dagadt geci az úton! Szifordel van faszol! Menj már itt dagadt! Mi van, megérkeztük? Nem, maguk mennek tovább, Hektorral itt az. Mi? Nem. Figyeljetek már ide! Most beszélnem kell a doktornőben, mert azt mondta, hogy akut tizém van, pikkel sömör, ellepte a homlokomat. Kezelni kell. De én be akarok menni. Hát most... Majd megkezelem, jó? Most csak ketten megyünk be. Azt én hogy a faszomba jutok haza, ha? Mondjam meg. A limuzin hazudom. Elvisz a limuzin. Itt a Lada. De itt a sem nevezessé Junio. Az öreg most figyelj, az öreg most nagy egyet akar minden. Jó, köcsög vagy! Jó, köcsög vagy! Jó, öreg. Igen? Kösz, hogy minket hívtál. Hova hívtalak? Kiszopjátok a paszt. Mindig az öreg. Gyere, megmutatom a házamat. Hát jó, megy, hát. Itt azért van cash. Azt mi az? Leasingenet, hát vagy mi? Egyedül akkor itt? Hát vagy igen. Vagy anyádékkal? Még egyedül. Az anyámat, hát. Hogy tetszik? Visszamenő. Nagy láncdohános vagy? Látom, hát. Hát igen, sajnos. Az anyámat. Hát, most aki nem szó, az kapcsolja ki a színimet. Nyilván ilyen szexuális RP nem lesz, mert az nem is szabad egyébként, mert elpoénkodni ellen, de most az, hogy itt... Vagy nyitsunk meg, biztos. Hát igazából itt a emelet, de itt a lényeg az én szobám. Ha gondolod, akkor beinvitálnak. Ez a te szobád, hát? Igen. És az a kép, ez direkt olyan, mint egy pina. De most őszintén, ez-e? Én más látok benne amúgy. Mit, hát? Tényleg az ellenkezőjét. Ja, hát akkor lehet velem van a baj. Nem, szerintem mindenki azt látja benne, amire vágyik. Azt figyelj már, ilyen nagy goblen szakkörökre is járon. Most igen. Nézem. Atyám. Fekszünk nem most, hanem egy kicsit álmos vagyok. Hát dehogy nem. Még előtte van egy kis izé, egy kis dolog. Igen? Hát igen. Remélem az én álmodban hát nem szoktam fingani. Hát feküdjünk le, meg azért aztán nem. De ugye te nem horkolsz.
Én? Hát dehogy is hát. Alul szoktam csak horkolni. Fönő nem. Srácok, nagyon-nagyon szépen kösz a rengeteg támogatást. Köszi szépen. Ne csikízz elénk. Ez nem csikízés, hát? Nagyon csikis vagyok. Beugrott valami, hát. Jézusom, ne, jaj. Ne. Na, öreg. Ez a kezem? Jézusom. Hát srácok, ez most ennyi. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki szerepel ismét. Kicsit néha már úgy nézek erre, és azt néztem magamon, vettem észre, hogy kicsit ilyen szentimentálisan már, hogy tehát, hogy az RP, meg ez a brigád, ez sokkal többet jelent nekem, mint mondjuk lehet, hogy nektek. Aztán tök jó látni ezeket a karaktereket, hogy hogyan alakulnak, meg ilyenek. Nagyon durva. Beszélünk róla mindig, hogy hányan dolgoznak ezen az egészen. Most le fog menni egy stáblista a végén. Nézzétek végig a stáblistát, mert de jár nekik ennyi, hogy ennyit dolgoznak az egészen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatást, és mindent, hogy itt voltatok. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Kiderül, hogy mi lesz az öreggel, mi lesz ez az egész vége. Pacsi mindenkinek, szevasztok! Még egyszer nagyon szépen kösz mindent, szevasztok! Csá mindenkinek, és hello, és hello, és hello, és hello, és hello.